Önök a Bonyhádi Naplót látják, köszöntöm nézőinket. Lezárult a Bonyhádi Ipari Park létesítését célzó pályázat. A záróprogramon elhangzott, mára a térség Tolna megye legdinamikusabban fejlődő gazdasági területe. A város vagyona az elmúlt 5 esztendő alatt 40%-kal nőtt. Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár azt mondta, a gazdasági fejlődés hatására ma többen jönnek haza Nyugat-Európából, mint ahányan a kivándorlást választják. 2002 körül került szóba először a Bonyhádi Ipari Park ügye, de majd 10 évet kellett várni a megvalósulásra. 2005-ben kapta meg az ipari parki címet a város, ám csak a 2010-es kormányváltás hozta meg a lehetőségét a beruházások elindítására. Mondta el az ipari park történetét Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki akkor a Völgységi Város polgármestereként harcolt a fejlesztés elindításáért. 2014 óta látjuk azt, hogy milyen gyors gazdasági fejlődés jellemzi Bonyhádot, illetve a közvetlen térségét, több száz munkahely jött létre, illetve a következő csarnokok is nem sokára megindulnak, illetve az építésük megindul. 2002-2003 körül a munkanélküliségi mutatók itt a térségben jóval meghaladták a 10-11%-ot. Időlegesen egyébként még a megyén belül is a legmagasabbak voltak, hiszen 2003-ban vonult ki a városból a Salamander, és ez nagyon nagy gazdasági nehézséget jelentett a városnak, a városkörnyéknek, Tolna megyének. Ma azt mondhatjuk el, hogy a megyében az egyik leggyorsabban fejlődő gazdasági térség a Bonyhádi, illetve a Bonyhád környéki, ennek az ipari parknak is köszönhetően. Sok minden kell ahhoz, hogy egy város megfelelőképpen működjön. De talán a legfontosabb, hogy stabil gazdasági háttere legyen. Ez a park ehhez járult hozzá, mondta Filóni Ferenci Bolya polgármester. Lezárult egy 5 éves időszak, ugye 2019. augusztusában volt a 2 és 4 ezer csarnoknak a projekt zárása, egy DDOP-s pályázatnak a megvalósulása a tekintetében, és mint minden projektnél, ennél is egy záró jelentésre is sor kerül, amelyet az irányítóhatóság elfogadott. Szerintem ez okot ad arra, hogy örömmel zárjuk le ezt az időszakot. Arról is kell beszélnünk, hogy egy közel 1 milliárdos projektről beszélünk ezeknek a csarnokoknak a megépítése tekintetében, amely egyrészt az elnyert támogatásból tevődött össze, 470 millió forintot nyert a város a Vipen Kft-n keresztül ezeknek a csarnokoknak a megépítésére, másrészt egy 219 millió forintos befektetési hitel, beruházási hitel került felvételre a Magyar Fejlesztési Bank ZRT-től 10 éves futamidőre, és harmadrészt pedig, aminek szintén az önkormányzatnak van jelentősége, hogy a Bonikum NKFT és az önkormányzat kölcsönt, illetve tőzsdőke befizetéssel együtt 250 millió forinttal járult hozzá ennek a megvalósulásához. Ma azt látjuk, hogy ez a csarnok, ez a 4 ezer csarnok, amely a végtőlesztés követően, és ma előreláthatólag ez az időpont 2021 első fél éve szemben az eredeti álláspont szerint, amely 10 éves futamidőről szólt, 2024 év végén járna le, olyan szinten tartunk az előtőlesztéssel, egy folyamatos befizetésnek és egy fegyelmezett bérleti díjfizetésnek köszönhetően, hogy több mint 3 évvel meg tudtuk rövidíteni ezt a futamidőt. Mire a csarnok 3 év múlva a város vagyonát gazdagítja majd, könyv szerinti értéke 460 millió forint lesz. Potápi Árpád János arról is szólt, számottevő gazdasági növekedés mutatkozik országosan, és ez jelen van a térségben is. Ennek hatására csökken igen jelentősen a munkanélküliség. Az elmúlt néhány év gazdasági növekedése, pályázati sikeres eredmények jelentették mindazt itt Bonyhádon, hogy 40%-kal növekedett a város vagyona. Ez egy óriási dolog. Ha visszaemlékezünk a 10 előtti évekre, az ellenkezőjéről tudtunk sajnos beszélni. Ma egy gyarapodó város, egy egyre jobb gazdasági feltételeket mutató környék és város. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos ahhoz, hogy a következő beruházások is meg tudjanak jelenni itt Bonyhádon. És ma azt látjuk egyébként országosan,
hogy már többen jönnek vissza, mint ahányan mennek el évről évre Magyarországról. Ez mind-mind azt bizonyítja, hogy egyre inkább megéri itthon munkát vállalni, egyre inkább jelenti azt, hogy megéri itthon vállalkozást indítani, aki akar, mindenki talál itt már munkát. Az ipari park jelenleg 600 ember foglalkoztatását oldja meg. A park bővítése rövidesen megkezdődik, jelentette be Filóné Ferenc Ibolya, ahová tervek szerint további 5 cég települ majd be. Mindenre a következő esztendőben kerülhet sor. 1991 óta az ENSZ október 1-jét az idősek világnapjának nyilvánította, ahogy az ország számos pontján, ezen a napon Bonyhádon is az önkormányzat vendégül látta a szépkorúakat, az est számos meglepetést tartogatott a vendégek számára. Zsúfolásig megtelt a bonyhádiak új büszkesége a nemrégiben felújított és megújult városi sportcsarnok. A város gondosan vigyázott évek óta arra, hogy a szépkorúak napján, október 1-én vendégül lássa azokat, akik koruk szerint jogosultak a belépésre. Ám az eddigi helyszín, a Városművelődési Háza már kicsinek bizonyult. Így született a döntés a sportcsarnok mellett. Már az elmúlt években is azt láttuk, azt tapasztaltuk, hogy nagyon nagy az igény erre a rendezvényre, nagyon szívesen jönnek a meghívásunkra, az önkormányzat meghívására a bonyhádi idősek, de kinőttük egyszerűen a művelődési házat. Oda ugye a színházterembe alig 300-an férünk el, míg itt a városi sportcsarnokban ilyen kényelmesen ültetve több mint 500-an tudtak eljönni, és hát biztos, hogy jó döntést hoztunk, mert gyakorlatilag 2 nap alatt elfogytak a jegyek, úgyhogy nagyon nagy volt az érdeklődés, természetesen ingyenesen hívtuk az időseinket. Jegyet csak azért kellett váltani és regisztrálni, hogy pontosan tudjuk, hogy meddig tudjuk őket beengedni, tehát természetesen nem került pénzükbe. Én nagyon örülök annak, hogy ekkora volt az érdeklődés, ez visszaigazolja azt, hogy jó ötlet volt. Hagyományokat megtartjuk, azt is nagyon fontosnak tartom, hogy ez egy világnap. Ilyenkor külön figyelemmel vagyunk az időseink iránt, de igazából az a lényeg, hogy minden nap legyen valami olyan odafigyelés, olyan gondoskodás a számukra, a feléjük, amelyel megkönnyítjük az életüket, amivel segítjük őket, amivel gondoskodunk róluk. Ezt meg is teszi az önkormányzat minden erejével és minden lehetőségével, eszközrendszerével, ami rendelkezésére áll. Gondolok itt arra az intézményrendszerre, amivel rendelkezünk, a gondozási központ az az intézmény, ami ellátja az időseinknek a napi idősek klubi szervezetét, illetve azoknak az ellátását, pedig meg az elesett embereknek a gondozását, ápolását. Nagyon fejlett és magas színvonalú munka zajlik ebben az intézményben, kiváló vezetőkkel irányítják azokat a kollégákat nap mint nap, akik segítik az elesett, rászorult időseinket. A finom vacsora és a jókedvű dallamok még várattak magukra néhány percet. A pódiumra először a várospolgármestere lépett hivatalos köszöntésre. Van miért köszönetet mondanunk. Köszönetet mondok egyrészt saját magunkért, mert azt, hogy vagyunk, és hogy olyanok vagyunk, amilyenek, azt önöknek köszönhetjük. Hiszen minden úgy kezdődött, hogy az életet önöktől kaptuk, és hogy milyen életet éljünk, azt pedig önöktől tanultuk meg. Remélem, hogy sikerül majd gyermekeink, unokáink számára mindazt a jót átadni, amit mi kaptunk önöktől, és amelyben életünk során nekünk is részünk volt. Bölcsesség, tapasztalat, sokat idézett szavak, amikor idős emberekről beszélünk, és amelyikről, szüleinkről, nagyszüleinkről beszélünk. Nem véletlenül, hiszen bölcsesség és élettapasztalat az maga annak a gyümölcse. Köszönjük a sok példamutatást, a tudást és a tapasztalatot, amelyet átadtak nekünk. A szónoki emelvényre lépő Potápi Árpád János, a város egykori polgármestere, jelenleg a térség országgyűlési képviselője és nemzetpolitikai államtitkár arról beszélt, a kormányzat kiemelten kezeli az idősnapi gondjainak megoldását is. Amikor családokról beszélünk, családtámogatási rendszerről beszélünk, akkor ebben nem csak a gyerekeket értjük bele, nem csak azokat a szülőket, akik a nehézségek ellenére gyerekeket vállalnak és ifjúságot adnak a nemzetnek, hanem beleértjük az időskorúakat is, önöket is, illetve ahogy jöttem be a terembe, meglepődtem, hogy kik számítanak ma Bonyhádon időseknek, úgyhogy lassan nekünk is oda kell ülni az asztalok mellé, de ez így természetes, és azt gondolom, hogy az igazi szépséget ebben és ebben a városban is azt jelenti, hogy a különböző korosztályok
nagyon jól egymást kiegészítve, egymást segítve élik meg a mindennapjaikat, hiszen én még ma is emlékszem arra, hogy fiatal felnőttként mindig a szüleim, illetve a nagyszüleim voltak azok, akik még akkor is támogattak. A beszédeket követően kezdetét vehette a meglepetések sora. Az első egy kiadvány volt, mely Bonyhád gasztronómiájából nyújt keresztmetszetet. Majdnem minden településnek van már szakácskönyve, városoknak mindenképp láttam többet, nagyon szép igényes kiadványokat, és már nagyon régóta irigyeltem tőlük. Most volt egy pályázati lehetőség, hogy mi is élhetünk ezzel az alkalommal. Nagyon sok segítségem volt. Az ötlet, az alapötlet az a sajátom, mely szerint ugye sokan élünk itt, több népcsoport, több nemzetiség együtt a városban, felvidékiek, svábok, a székelyek és a romák közül két-két idősebb hölgyet felkértünk arra, hogy meséljenek nekünk arról, hogy milyen étkezési szokásaik voltak, ők maguk milyen élményekkel gazdagodtak, mikor és hogy tanultak megfőzni, ők szerepelnek a szakácskönyvben, és ők mutatnak be és ismertettek meg velünk minden népcsoportból két levest, két-két előételt és egy desszertet. Erre épül föl a szakácskönyv, és nagyon sok szép színes kép gazdagítja a mellettünk álló fiatalember, aki éppen kattingatott, Makovics Kornél készítette a fotókat. A civil szervezetekkel, nyilván a Felvidéki Egyesülettel, a német nemzetiségünk, vagy a német önkormányzattal és mindenkivel, roma önkormányzattal összefogva állt össze végül is a szakácskönyv. Ma, amikor a kezembe vehettem egy először, és látod a kezedbe azt, ami már egy régi álom is megvalósul, az nagyon jó érzés. Az ünnepség részeként köszöntötték a legidesebb meghívottat, a 92 éves Nagy Istvánt, akiről köztudott, nagy barátja a muzsikának. Itt számára is biztosan maradandó élményt jelentett találkozni fiatalsága egyik sztárjával, Kovács Katival, aki nagy szeretettel és tele energiával szórakoztatta az ünneplőket. Országos bűnmegelőzési rendezvényt tartottak a Szekszárdi Szakképzési Centrum Percelmor Szakképző Iskolájában Bonyhádon. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által kidolgozott program interaktív módon a tapasztalatszerzésre építve életből merített szituációkon keresztül ad prevenciós ismereteket. A diákok bevonásával tartottak rendőrszakmai bemutatókat, szituációs gyakorlatokat és baleseti szimulációt. A fiatalok ezek segítségével testközelből láthatták, hogy válik valaki például egy bűncselekmény áldozatává. Nekem a legelső előadás tetszett a legjobban, az a, hogy a biztonsági övet, hogyha nem csatoljuk be, akkor mi történhet velünk, ha frontálisan ütközünk, vagy bárhogyan. Nekem az olyan, hát azt gondoltam, hogy ugye nagyobb probléma lehet belőle, de azt nem, hogy ekkora. Nekem nagyon érdekes az, hogy a kutyák azok így belettek idomítva, meg tudják találni a különböző drogokat, meg ilyen mindenféle dolgokat, hogy az embereket kimentik, meg ilyenek, nekem ez nagyon tetszik. Nem tudjuk azt pontosan, hogy mondjuk ennek a rendezvénynek az eredményeként mennyi bűncselekmény marad el, mennyivel fog csökkenni a sértettek és áldozatok száma. Nem tudjuk pontosan. Én azt mondom, hogy ha csak egy bűncselekménnyel lesz kevesebb ennek a programnak a hatására, akkor már megérte. A Reakció nevű programot 2015-ben indított el a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács. Eddig már több tucat helyszínen járt a rendőrök, mentősök, tűzoltók és börtönőrök közreműködésével bemutatott programsorozat. Kortárs diákokkal dolgozunk, tehát ők a Tánkáró ökoiskolában vannak, és állandó szereplőink. Ők játszanak el rablást, testi sértést,
rongálást, garázdaságot, kábítószerbirtoklást, tehát minden, vagy éppen diszkóbaleset, ugye itt a semüvetés bűncselekménye, minden olyan szituáció, amivel a fiatal kapcsolatba került, ami egy ilyen köznapi szituációk, amikkel találkozhat, amikor hozhat egy rossz döntést. Az interaktív bűnmegelőzési rendezvény célja, hogy a fiatalok személyes tapasztalatokra tegyenek szert. A programunknak egyik a fő gondolata, hogy ami egy ilyen kínai bölcsességre épül, hogyha csak elmondod, akkor elfelejtem. Ha megmutatod, akkor emlékezni fogok, talán. Ha viszont részt veszek benne, átélem, benne vagyok, tapasztalom, akkor megértem. Most pont erre épül a program is, hogy bevonjuk a közönséget, mozgatjuk a közönséget, szituációhoz kapcsoljuk a közönséget, állandó jelleggel mindenféle ingerekkel bombázunk őket, mert mindig más és más módszert csepethetünk be. Van benne drámapedagógia, élménypedagógia, konstruktív pedagógia, szituációk színpadra vitele, tehát számtalan olyan elem, amivel hatékonyan tudjuk egy ilyen fiatalnak a figyelmét lekötni, és a hatékonyan tudunk ismert átadni. A programnak egyik fő gondolata a kockázatdöntés következmény. Tehát a fiatal felfogja azt, hogy a döntéseimért én vagyok a felelős, és hogyha esetleg hozok egy rossz döntést, akkor igenis a céljaimat, a vágyaimat, a terveimet veszélyeztetem, és ráadásul és hozzákapcsolva még azt, hogy ennek, hogyha egy rossz döntésnek viszont lesz következménye is. A mai jogszabályok szerint bizonyos bűncselekményeknél már 12 éves kortól büntethetőek a fiatalok. És gyakran csak utána, a tett után, nem azért, mert született bűnözők, hanem azt, hogy milyen rossz helyen voltak rossz időben, vagy éppen rossz baráti körben, elkövettek valamilyen cselekményt, és utána kezdve kell vakarózni. Ne utána tegyék ezt meg. Azért vannak ezek a rendezvények, hogy átéljék, tapasztalják, és amikor majd legközelebb egy ilyen hasonló szituációval kerülnek kapcsolatba, akár mondjuk egy barátunk itt tassan ülne be az autóba, akkor mondják azt, hogy ne. Hogy igenis tudjanak nemet mondani. Az egyenruhások a büntető eljárások teljes folyamatát bemutatták, az elkövetéstől a rendőrségi előállításon és nyomozáson át a letöltendő börtönbüntetésig vezető műveletekbe is betekintést kaptak a fiatalok. 5. születésnapját ünnepli a fotószakkör Bonyhádon. A fényképezés szerelmesei ezúttal egy kiállítással mutatták meg a közönségnek, milyen fejlődésen mentek át a tagok az elmúlt idő alatt. Képek, melyek, bár ez nem látszik rajtuk, kertkelésből készültek. Az alkotók között van olyan, aki hivatásszerűen készít fényképeket, és van, aki csak akkor veszi elő a képet, ha szabad ideje engedi. 5 esztendő telt el azóta, hogy a fényképezés szerelmesei klubot alakítottak Bonyhádon. A klub vezetője Máté Réka önszántából nem indított volna klubot, de a nyomás elég erős volt ahhoz, hogy beadja a derekát. Tudtam, hogy jó lesz, csak nem akartam sok mindent a vállamra venni. A lényeg, hogy jó a csapat. Maradjunk ennél, tehát nézzük a jó oldalát. Nagyon jó csapat van, nagyon sokat tanultunk szerintem az 5 év alatt egymástól, és egyre jobb képeink vannak. Én ezért úgy gondolom, hogy jövője is van a klubnak, nem csak múltja. Igazából mindenki bedobja, amilyen van. És ha így nézzük, mindenki különböző szinten tud fotózni, és különböző témákat szeret fotózni. A legtöbb tag azért egyébként a természetfotó szerelmese, de természetesen mindenki fotóz azért épületeket, embereket, rendezvényeket, bármit. Néha elmegyünk csillagot fotózni közösen, az is, aki egyébként a természetben az őzeket például fotózza. Tehát nincs ebből gond, hogy most ki mit kedvel, mit nem, mert minden területen lehet jó képeket készíteni, és örülni tudunk egymásnak a jó képeknek. Kivetítjük általában a klubban a képeket, igen, és hozzá lehet szólni. Van, amikor az ember kicsit bátortalanabb, hogy megmerje mondani a véleményét, mert ugye a fotózás az egy eléggé szubjektív téma, tehát hogy kinek mi tetszik és hogy miért. Persze vannak szabályok a fotózásban, de szabályok azért vannak mindig, hogy átlépjük, ezt tudjuk jól, és nehéz néha, hogy megmondjuk, nem mondjuk, de szerintem abból tanul az ember, hogyha tényleg megmondjuk. Tehát igen, szoktunk azért bírálni, mondjuk itt főleg a művészeti vezetőnk véleményére, Ritze Zoltán véleményére adunk, mert azért ő az, aki igazából képzett a csapatban, és ő tudja olyan szemmel látni, hogy abból tanulni tudunk. A klub minden évben bemutatkozik a bonyhádiak előtt, és van úgy, hogy többször is. Máté Réka azt mondja, óriási a különbség az első és a mostani kiállított anyag szakmai minőségek között. Én ezt saját magamon is mérem.
Tehát mindenképpen, vagy mindenkinek a képein szerintem látni. Jó, azért van egy-két tag, aki már akkor is profinak számított szerintem, de a többség rengeteget tanult, és ezt valamennyien be is valljuk, és ebben szerepe volt a képértékeléseknek, annak, hogy közösen elmentünk fotózni, hogy tanulni tudtunk valakitől, hogy hajlandóak voltunk tanulni, és meghallgatni másokat. Van, aki nem ismeri nagyon még megmutatni a fotóit. Tehát van, aki még tart ettől, tehát valószínű kihívásnak érzi azt, hogy akár csak a klubtagok előtt is megmutassa, hogy miket fotóz, de mindig bíztatok mindenkit, hogy az a jó, hogy egyszer lássa, hogy hol tart, hova lehet fejlődni, mit lehet tanulni belőle. És igazából ez már a 7. kiállításunk, közös kiállításunk, és tényleg látható a fejlődés, és örülök, hogy egyre többen megmerik mutatni a képeiket. A Bonyhádi Fotóklubnak hivatalosan 30 tagja van. Ebből megközelítően a tagok fele jár a klub foglalkozásaira. A mostani tárlaton is 16 fotós képeiben gyögyödködhet a közönség. Én azt hiszem, hogy ez egy klub életében egy jó létszám, amikor ennyien aktívan részt vesznek, és úgy érzik, hogy érdemes havonta egyszer eljönni, vagy akár kimenni együtt fotózni valahova. Az interneten is követnek bennünket, nézik a képeinket, érdeklődnek a kiállítások iránt. Itt a művelődési központban volt ugye a legtöbb kiállításunk, de volt már Szekszárdon, és lesz is úgy néz ki, és volt Váralján, tehát több helyen. És ami még érdekes, hogy van a Magyar Fotóművészeknek egy országos szövetsége, amelyeknek tagja vagyunk, ugye, mint klub. És minden évben kiírnak egy úgynevezett MAFOS szalont, amire klubok pályázhatnak, és itt is évről évre egyre jobb eredményt érünk el. Olyan sportprogramot szerveztek a Városi Sportcentrumban, melyben mindenki megtalálhatta edzettségének és igényének megfelelő mozgásformát. A napsztár vendége a Magyar Fitness nagyasszonya Rubint Réka volt. A levegővétel többször nehéz, a hangozene elmossa az előködés hangjait. Az arcok kipidulnak, de senki nem adja föl. A színpadon a Magyar Fitness egyik legismertebb személyisége, Rubint Réka diktálja a tempót. A sportcsarnok vezetésének nem először jött az ötlet egy olyan nap megszervezésére, mely sokféle mozgásformát kínál a testedzésre vágyóknak. Szervezéskor próbáltuk úgy összeállítani a programot, hogy egy lazább óra után mindig egy keményebb óra jöjjön. Ugye a Réka után most jön egy eszközös óra, egy gymstick. Előtte is egy ilyen kisebb, lazább zumbát táncoltak a lányok. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a nap ez megfelelő volt arra, hogy nagyjából 150 embernek tudtunk örömet okozni. Réka miatt jöttünk természetesen, mert nagyon szeretjük, és főleg a pici nagyon nagy rajongója. Hát szerintem a gyerekek azt csinálják általában, amit a szülők mutatnak neki. Úgyhogy igen, én is úgy gondolom, hogy sportolni kell, hogy ők is ezt lássák, és majd ők is egészségesen éljenek. Egyrészt mozogni, másrészt a gyerekeket is lehozni, és szeretjük a Rékát. Én otthon szoktam tornázni, és akkor ezért jöttünk igazából. A kisfiam is szokta látni, hogy tornázok, de eddig még sosem állt be, vagy hát oda mellém, és most volt először, hogy ő is elkezdett tornázni velem együtt, úgyhogy örültem neki. Ez lesz a 6. edzésem ezen a nap, mert ez a 6. edzés, és nagyon-nagyon jól rakták, azért jöhet ez így létre, mert nagyon jól összerakták a programot. Kardió és erősítő edzések váltják egymást, így van idő egy kicsit így felocsúdni az előző edzésből. Úgyhogy nagyon-nagyon jó a mai program. Időközben Réka is végzett a szaktanácsadással, na meg a rajongók száma is csökken, így hát arról tudunk beszélgetni, mekkora megterhelés neki egy-egy ilyen program. Egyre kevesebbet alszom, pont emiatt, hogy a 24 óra semmire nem elég, és hát nyilván nálam is van az, hogy testileg, lelkileg elfáradok, de aztán megszólal a zene. Itt vár egy fantasztikus csapat, és teljesen kicserélődnek az energiák. Ilyenkor újra erőre kapok, és ez ad egy újabb olyan lendületet, ami visz tovább. Férfiak, nők, fiatalok, idősebbek. Van, hogy 68, 70, 72 éves hölgyek tornáznak az órámon,
és már ott vannak a 4-5 és 7 éves gyerekek is. Csodálatos látni azt, hogy generációk nőttek fel a hangomra, a tornámra, és követik azt, amiben hiszek. Egy édesanya a legtöbbet azzal ad a gyerekével, ha mintát és példát mutat neki, ugyanis ez ha bele van építve a mindennapokba, és egy édesanya életébe a rendszeres sport, a mozgás szeretete, a mozgás öröme átjárja, és azonosul az édesanya vele, ez beleég a gyereknek a retinájába. Tehát ez pont olyan, mint a fogmosás, a hajmosás, a tisztálkodás, a vasárnapi ebédnek az elkészítése. A gyerek azt másolja, amit a szülőtől lát, és ez a sportra is igaz. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!